Több mindenben megújult a tavalyi évben Ambrusz falva. 800 négyzetméternyi utat újítottak fel, és a faluház nyílászárúit is kicserélték, tudtuk meg a község polgármesterétől, Perlecki Bélánétól. Az idei évre azonban további tervek és elképzelések vannak. Felújításra szorul több önkormányzati épület, többek között a községháza is. Erre a kormánytól 10 millió forintot kapott Ambrusz falva, de pályázatot is nyújtottak be, hogy az esetlegesen nyert összegből még több épület újuljon meg. Pályázatot is nyújtottunk be az önkormányzatnak a fűtéskorszerűsítésére és a hőszigetelésére, illetve az óvodának a fűtéskorszerűsítésére meg a hőszigetelésére, és ennek még nem tudjuk az eredményét, és nagyon várjuk. Amennyiben nem nyer a pályázatunk, akkor az a félretett pénzből a felújítása, a külső felújítása az önkormányzatnak meg fog történni. 2014-ben indult el az ivóvízjavító program, melynek projektjét tavasszal zárják le. Ezzel megoldódik az ivóvíz minőségi problémája, és az ambrózfalviak is tiszta, friss vizet ihatnak. A faluban továbbá elkezdték a szeméttelep rekultivációját, mely májusra fejeződik be. Ezáltal egy tiszta, környezetkímélő megoldással gyűjtik egy helyre a szemetet. De nem csak ezek voltak a fő fejlesztések, hiszen két nagyobb beruházás is történt. Nem az önkormányzat, de az önkormányzat segítségével két új beruházás valósult meg, a LIDER Egyesület jó voltával, a Polgárőr Egyesületnek egy 7 és közel 7,5 millió forint összegű öltözőépület valósult meg, amely átadásra is kerül, illetve itt a községháza udvarán ez a pihenőház, ez is elkészült, ez pedig a közalapítványnak a beruházása volt, úgyhogy nagy öröm a falu lakossága számára. Nem volt olyan lehetőségünk, ahol végül is egy nagyobb és színvonalasabb rendezvényt meg tudtunk volna tartani. Ez a két létesítmény végül is a településnek lehetőséget ad arra, hogy egy színvonalasabb, nagyobb rendezvényt tudjon rendezni. Utóbbi helyszín jó szolgálatot nyújt majd különböző rendezvények lebonyolítására. Egyik ilyen terv az Ambrusz falváról elszármazottak találkozója, melyet idén júniusban szeretnének megtartani. Habár Ambrusz falván nem sok munka lehetőség van, az Ambrusz falvi önkormányzat igyekszik közmunkaprogrammal segíteni a helyiek életét. Jelenleg több mint 20 Ambrusz falvinak tudnak közmunkaprogrammal munkát biztosítani. Ezt a tendenciát a jövőben is szeretnék folytatni.